Dr. Kende Péter jogász és közíró a vendégünk. Jó estét kívánok! Azt mondja Budai Gyula a maga magas színvonalú kommunikációjában a parlamentben, hát hol máshol mondaná a Fidesz országgyűlési képviselője. Bíró Komcsik, Bárándi Gergely képviselő pedig egy gyökér. Hát nem lehet mondani, hogy nem világos szavak ezek. Abszolút világos szavak. Ha szabad, akkor a Bárándira vonatkozó részről én talán nem mondanék véleményt, jó? Mert ez nem az én asszony. Jó, rendben. Budairól szívesen. Kezdjük egy picit messzebbről, ha szabad kérnem. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki általános alannyal kezd egy mondatot, az utána baromságokat beszél. Aki úgy indít egy mondatot, hogy a bírók, a magyarok, a zsidók, a cigányok, a migránsok, és utána mond ezt, az tuti, hogy hülyeséget beszél. Hát általánosít? Mert megengedhetetlenül általánosít. Tehát szerintem a magyar szellemtörténetben volt összesen 4-5 ember, akinek olyan zseniális érzéke volt ehhez, hogy tudott általános érvényű tételeket megfogalmazni. Odi Endre, Bibó István, Szűcs Jenő történész, kiemelkedően, Márai. Kész. Talán néha Eszterházi egy picit. És nincs több. Senki más nem tud, nem is tudott. Ez is egy kicsit általánosító és kizáró, amit most nem, hallunk. Hát olvasunk, Egon. Jó, de hát tudunk még mondani. Odinál tudunk olvasni olyat, hogy a magyar salmaláng. Sok mindenki tudok még mondani, aki tudott úgy fogalmazni. Megfogtál. Ancse Lévát nevét, ugye? Akkor megfogtál. De Ancse Léva soha nem írt olyat. Olyan mondatot, ami így kezdődött volna, hogy a magyarok, vagy hogy a migráns, akkor az még nem volt, vagy... Ő általános alanyja, jó, oké, egyet ír, megragadunk egy hogy az majdnem mellékes részére. Olyat írt, ilyen mondatot rengeteget, ami úgy kezdődött, az hogy ember. Az ember. De az nem általánosítás, az más, az egész más. Azért van ennek borzasztó nagy jelentősége, azt hiszem, mert azt azért érteni kell, hogy alapvetően egy ostobaságról beszélünk. Tehát ez a Budai Gyula, ez egy majdnem azt mondtam, hogy kedves, buta ember, azért nem mondom, mert nem kedves egyáltalán, de egy masszívan, megbízhatóan ostoba ember. Tehát az ő szájából ez teljesen adekvát, hogy ő ilyeneket mondjon. Ez abszolút rendben van. Majd legközelebb Németh Szilárd is fog egy ilyet mondani, de hát a főnökük is mond. De hát olyat lehet mondani, hogy ő egy ostoba ember? Miért valakire? Lehetne? Hát ez a véleményem, hogy egy ostoba ember, hát hallottam őt egy csomószor beszélni, bennem ez a vélemény alakult ki. De hát a főnökük is tud ilyet mondani, ugyanilyen ostobaságokat, meg szokott is. Hát most Őcsény kapcsán legutóbb ugye azt találta mondani ez a kedves miniszterelnökünk, hogy a magyar ember szereti a gyerekeket. Főleg a pedofil magyar ember szereti nagyon a gyerekeket. Mi az, hogy a magyar ember szereti a gyerekeket? Az a magyar ember szereti a gyerekeket, aki veri a gyerekét, és megalázza, és éhezteti, és... Micsoda ostobaság ez? Na, ez az egyik része a történetnek. A másik része, hogyha viszont tartalmilag nézzük, akkor ugye az a lényeg az egészben, hogy Budai Gyula nyilvánvalóan valami olyat mondott véletlenül, mert nem tudta, hogy bekapcsolva maradt a magnó mellette, vagy a hangosítási rendszer mellette, valami olyat mondott, ami az ő körükben a közhangulat. Amiről ők mostanában egymás között, tehát Orbán, a Németh Szilárd, a Lázár János szoktak beszélgetni, és amiket ők szoktak mondani. Ebben nyilvánvalóan, amióta hagyóítélet van, meg most hosszan sorolhatnánk ezeket, azóta ez egy hétköznapi szlogen az ő köreikben, hogy ezek a hülye komcsi bírók.
Na jó, csak annak általában következménye van, hogyha elkezd valami a Fidesz vezetőköreiben közvéleményé válni. Hát ez folyamatban van. Sok éve folyamatban van. Sőt, én azt kell, hogy mondjam neked, hogy egyébként, hogyha nagyon drukkolunk Orbán Viktornak és Handó Tündének, hogy jó sokáig vigyék tovább ezt a folyamatot, akkor egyébként előbb-utóbb komcsi lesz az összes bíró. Ezt el fogják érni, de ők fogják elérni. Na jó, de mit jelent ma a komcsi? Most félig hülyéskedek. De természetesen értjük, mi az, hogy mit komcsi? Jelent ma mi az, hogy komcsi? Hát ez önmagában egy ökörség. 27 évvel a rendszerváltás mi az, után. Hogy komcsi? Még előtte is, már akkor sem nagyon tudtuk megmondani, hogy mi az, hogy komcsi. Na ma aztán végképp fogalmunk. Komcsi az, aki nem azt gondolja, amit ők? Aki nem fideszes, hát persze. Na jó, de az összes bíró komcsi, akkor például Handó Tünde is komcsi. Na de Handó Tünde momentán nem bíró, ezt ő mondja magáról. Egy frázt bíró Handó Tünde. Van érvényes bírói kinevezése, csak éppen nem gyakorolja a bírói hivatást, hanem aparátcsik. Fideszes főnök. És amit művel, azzal egyébként kétség kívül folyamatosan nyomja balra a bírói kart. Mert hogy nyomja naponta megalázza őket, mert rosszul képviseli az érdekeiket, mert olyan vezetőket nevez ki a nyakukba, akiktől hisztériás rohamot kap mindenki. Nem tudom, ez a közvélemény például azt hiszem, hogy egyáltalán nem tud róla, hogy az elmúlt pár évben Handó Tünde és csapata, az egyszerűség kedvéért mondjuk azt a Fidesz, gyakorlatilag ugye a nyugdíjtörvénnyel, mármint a bírók nyugdíjtörvényével indítva, kirugdalta a teljes bírói vezetés döntő többségét, a megyei elnököket, az ítélőtáblai, megyei törvényszéki elnököket, az ítélőtáblai elnököket, a kúriai bírók egy jelentős részét, a kollégium vezetőket, az ő kezükben hatalmas szakmai hatalom van, óriási hatalom, a csoportvezető bírókat, tehát azokat, akik idősebbek voltak, és mint ilyenek váltak vezetővé. Na, ezeket ugye elzavarták, hihetetlen mocskos, megalázó módon, mellesleg, mint tudjuk, jogellenesen, hiszen Strasbourgban megszülettek az ítéletek, hogy ezek tényleg jogellenes diszkriminációk voltak. És akkor elkezdték kinevezni a saját embereiket. Egyenruhával. Tehát ugyanolyan vezetők lettek mindenhol. A megyei elnökök, meg ítélőtáblai elnökök, ez a 41 néhány éves abszolút karrier nélküli, tehát a bírói ranglétrán nem tudott előre jutni, magyarul nem produkált szakmailag túrót se, nagyon lojális, lehetőleg nagyon buta. Én egy jó párral találkoztam gyakorlatban, tehát most csak példát mondok, hogy amikor olyan ügyfelem volt, aki kirúgott bíró, és az ő érdekeit kellett képviselnem. És ott ült velem szemben egy megyei elnök ellenfélként, ugye én voltam a felperesi képviselő, ő képviselte a megyeitől is, és hát csak így néztem, hogy ez nem létezik, hogy ennyire gyönge legyen szakmailag. Hogy bohócot csinálok belőle de a tárgyalásokon. Tehát persze, célja lehet-e a hatalomnak hát, az, hogy olyan színvonalon legyen a bírói működés? Hát az kezelhető könnyen. Hát az az, akinek nem volt olyan alternatívája, hogy szakmai karrier befusson, bocsánat, ez az alternatíva számára. Jönnek a fideszesek, kinevezik óriási hatalmú vezetővé, gyakorlatilag a kezébe van a megye na összes jó, de, bírója. Okay. De akkor most kik a komcsik? Hát ők nevezték ki ezeket, most már ők is komcsik? Senki se komcsi. Jó, hát ez egy senki más kérdés. Hát de azért érted a kérdést. Azért érted a kérdést. Tehát, ahogy van. Azt mondja a Bírói Egyesület, ez egy friss közleményük, ma délutáni talán,
hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések és vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban. Ezek visszavonását kéri egyébként a bírói egyesület. És mi van a visszavonják? Hogy most, amikor az országos bírói tanács választások zajlanak, ez mondjuk talán meg is jelent, azt hiszem, akkor azt a Vasvári Csaba bíró urat, kitűnő bíró, hozzá kell, tárgyaltam nála, kitűnő, remek bíró, nagyon okos, aki beperelte Handó Tündét, amiatt, hogy az ítélő táblán háromszor érvénytelenítette az ő pályázatát úgy, hogy aztán mind a háromszor kiírta újra két nap múlva. Vasvári Csaba jelölését dörgő vastaps fogadta. Ezt tudod mi? Ez nyílt lázadás előjele. Ez azt mutatja, hogy olyan mértékben romlik a hangulat, olyan mértékben tele van már a hócipőjük azzal, amit művelnek velük, és ebbe persze beleértve azt is, hogy amikor azt mondják, hogy tényleg nagyon lemaradt a bírók jövedelme, akkor a képükbe tolnak egy három év alatt évente 5%-os fizetésemelést. Hát ez nem lehet. Hát ez mi a sugallata ennek? Ennyit értek. Hát ennyit ér, le vagytok szarva. Bocsánatot kérek, de ezt így mondják. Ez a sugallat. És ebben a helyzetben mondom, én, aki három kötetet teleírtam bírói műhibákkal, mondom, én, akihez rettenetesen sok ügyfél azért jön, mert a teljesen reménytelen ügyét velem akarja megoldatni, meg az elszúrt ügyét. Mondom én, hogy még mindig a bírók döntő többsége lenyűgöző hivatástudattal, agyon terhelve, pláne ha Budapesten dolgozik és nem vidéken, halálosan leterhelve, minden hétvégéjét végigmelózva, próbál tisztességes, becsületes munkát végezni. De amikor lekomcsizza őket egy ilyen senkiházi, hát akkor azért mégiscsak fölkapja ő is a fejét, és azt mondja, hogy mi lesz itt? És tudod, mi lesz itt? Hogy ezek a megyei elnökök, akiket ők most kineveztek, ezek szépen lassan tényleg el fogják kezdeni birtokba venni az ítélkezést, tartalmilag azt kézbe venni, hogy ítéleteket hogy fognak befolyásolni, amit ma még nem tudnak, vagy csak ritkán tudnak, és holnap utánra meg fogják oldani nagyon hamar, ugyanis ez rém egyszerű feladvány a számukra. Egy csomóan azt hiszik, akik nem ismerik ezt a gyakorlatban, hogy úgy lehet befolyásolni az ítélkezést, hogy hát minden bírót meg kell venni, le kell zsarolni, ez kell, amit a fenéket, dehogy is. Ez nem így működik. Egy kisbíróságon is, egy nagybíróságon is, ügyszakonként elég, ha egy olyan bíró van, akivel meg lehet beszélni. Büntető ügyszak, polgári ügyszak, munkajog, közigazgatás. Egy-egy bíró, nem kell több, az pedig és sok. Arra a bíróra kell szignálni a jövőben majd azokat az ügyeket, amelyek a számukra fontosak. Elgondolkoztató, szerintem az is értett, amit elmondtál, akinek semmi köze nem volt eddig a joghoz és a jogi procedúrákhoz. Másról beszéltél, mint ami a konkrét ügy, de a konkrét ügy meg pont erről szól valószínűleg, úgyhogy mégiscsak ugyanarról. Köszönöm. Én is köszönöm.